Sziasztok srácok, üdvözlök benneteket Forza Horizon 4-ezi fogunk, és végre, nagyon régóta mondogatom, de a Ford Crown Victoriával fogunk foglalkozni. Ugyebár, amely egy tipikus ilyen amerikai rendőr és vagy taxi, ugye képben van meg azért szerintem sokatoknak, és készítettem rá egy magyar skint, ezt már sokan láthattátok, amelyet még egy picit átdolgoztam. Borzasztóan egyszerű, és ugye az érdekessége az, hogy nyilván nem létezik IRL, tehát a valóságban magyar rendőrautó, ami ugye ilyen skin, de hogy ötvöztem egy kicsit az amerikai és a magyar stílust, ha mondhatjuk így, és ebből született ez a skin, amelyet majd nyilván le tudtok tölteni. Borzasztóan egyszerű, semmi bonyolult dolog nincs rajta, jaj, körbe akartam mutatni. Gyorsan, ugye a szokásos kis magyar szlogennel, ugye száguldunk és nem, szolgálunk és védünk, igen, van ráírva, és hát nyilván az oldalán egy ilyen nagy rendőrség. Kicsit ugye ilyen amerikai stílusos dolgok is vannak benne, például ugye, hogy a rendőrség az oldalán ilyen naggyal van, még az amerikai talán egy picit nagyobb is, meg ahogy elhelyezkednek rajta a dolgok, a motorháztető is talán inkább picit ilyen magyarosabb stílus akar lenni, de mindegy, ezt mindenki döntse el maga, hogy kinek hogy tetszik, tehát kicsit az a lényeg, hogy keverve van, tehát ez a fekete alapon fehér, vagy fehér alapon fekete, tehát nem tudom az autó melyik része. Nem emlékszek már, melyik az alapszín, talán a fehér az alapszín, és a feketét azt ilyen matricákkal oldotta meg. Ott a küszöbnél van is egy kis fehér, hoppá, de mindegy is. A küszöbnek a vége kicsit fehér. Úgyhogy ilyen az autó, egy borzasztóan egyszerű design. Meg fogom nektek mutatni, hogy tudjátok rá felrakni a szirénát. Nyilván villogni nem tud, a Forzában vagyunk. Villogni nem tud, ellenben ugyebár megvan a rendőrautó duda, akkor itt tudjátok használni. Alapvetően az autó nem erős, nyilvánvalóan egy nem túl erős autóról beszélünk, ugye játékban az általában vett autókhoz képest. Ugye C521 az értékelése, hátsó kerék meghajtás és 186 kW. És 1,8 tonna az autó, fel fogjuk tuningolni, versenyre fogjuk megcsinálni, mostanában úgyis van annyi drift meg drakkocsink, hogy ritka versenyautó. Amúgy feelinges, én sokat használtam így, egyáltalán nem tuningolgattam direkt azért, hogy majd hajítunk oda, hogy végre bemutatom nektek. Igazság szerint nem tudtam, hogy fejezzem be ezt a kinézetet, aztán hagytam ilyen egyszerűen, mert kicsit kevésnek találtam így a feliratokat, meg így ezt a rendőrskint. Aztán úgy voltam vele, hogy végül is ilyen egyszerűen nagyszerű kategória. Hát remélem, hogy tetszeni fog, aztán majd, hogyha leírjátok, és esetleg van rá plusz ötlet. Gondolkodtam ilyen piros csíkokon, meg a franc tudja, de azokat elvetettem. Úgyhogy, hát így megy nagyjából az autó. Ezek az autós kiválóságpontok nem nagyon vannak rajta, ugye eléggé... Hát ahhoz képest amúgy, hogy ugye zöld az autó, gyakori autónak van írva, hát azért annyira nem gyakori, tehát ezt nem lehet megvenni a boltban. Semmilyen úton módon. És csak kipörgetni lehet. Természetesen az aukciós házba se fogjátok megtalálni, mert egy darab nincs belőle, tehát ha van is, azt instant elviszik. Úgyhogy... csak kipörgetni lehet, vagy hogyha valami haverotok felrakja, akkor gyorsan megveszitek. Annyira nem gyakori ez az autó. És láttam már olyat, aki 20 millát adott érte. Mindenki tudja, hogy kinek mennyit ér nyilvánvalóan. Na lássuk a fejlesztés és tuningot. Egyből vágjunk bele a lecsóba. Gyorsan ezt meg is mutatom itt legelsőnek, hogyha szeretnétek rá szirénát tenni, akkor itt azt a motorháztető dizájnnál tudjátok tulajdonképpen, láthatjátok, van rá ugye ez az oldalsó lámpa, tudtok csak olyat, csak szirénát, vagy mindkettőt, én mindkettőt használom, ez az egy dolog, amit én rátettem, és akkor majd itt tudunk még majd, hát ilyen szárnyat azért csak nem teszünk rá, illetve, ja tényleg lehet ilyet, ez is egész rendőrös végül is, én ezt nem tettem rá, mert nekem annyira nem, nekem itt simán jobban tetszik, de akinek tetszik, ez nem is tudom ennek milyen rács pontosan a neve, vagy nem is tudom, első lökhárító, hát első lökhárítónak írja a játék, de ez nem első lökhárító, ennek valami teljesen más neve van, azt hiszem. Ha majd valaki tudja, az nyugodtan írja le a komment szekcióba. Nos, mit rakjunk bele? Jó, hát egyből, ez a V8, ez instant. Teszünk bele összkereket, mivel versenyezni fogunk vele, és azért egy hátsó kerék az elég kellemetlen tud lenni. Na most menjen bele az Iker Turbo nyilvánvalóan. Húzol rendesen a vér, de teszünk rá versenyabroncsot. Kiszélesítjük a gumikat. Az annyira nem lett széles, azt nézem, hogy... hát nem egy drag autó. Hát azért... jó lesz az.
Felniket meghagynám így alapvetően, illik az autóhoz, tehát nyilvánvalóan. Azt nem tudom, 18-as felni menjen-e rá. Még egy 18-as felni, hát... Inkább mégsem. Inkább mégsem nem teszem rá. Még itt az apró változtatások. Na most az utcai rugóval, vagy utcai rugóval, vagy a sportrugóval vacilálok, nem tudom melyik lesz majd belerakva az autóba. Nyilván ez oké, okay, mert azért driftrugó. Ez nagyon meg van ültetve nyilván. Ez a rally. Ez a verseny is nagyon meg van ültetve. Sport vagy utcai. Hát olyan nagy különbség amúgy nincs. Hát azért de van. Én most azért mondanám az utcait, mert ennek az autónak nem áll jól szerintem, hogyha nagyon leültetem. Úgyhogy ez így fog maradni. Hát bukórácsot nem fogunk majd beletenni. Vagy bukókeretet. Bocsánat. 372 kiló kijön az autóból, az amúgy elég barátságos tekintve, hogy az alapsúlyunk olyan 1,8 tonna felett volt. És akkor mindent is belepakolunk. És akkor megnézzük az autónak a hangját, a végsebességét, a tuningolhatóságát. Mármint, hogy esetleg tudunk állítani rajta valamit. És... kipróbáljuk egy versenyen. Ami jó kis utcai versenyre elvisszük a rendőrautónkat. Jó. Hát azért így is 1,6 tonna. De 776 kW, azért az nem rossz. És ez egy 892, úgyhogy kíváncsi leszek milyen a kategóriás, vagy hát konkrétan milyen autók ellen fogunk majd versenyezni. A kategória az adott nyilvánvalóan. Hát tényleg így gyorsan azért megmutatom, lássatok az autós kiválóságot. Egy gyakori autóhoz mértem, van rajta egy wheelspin, meg ez az alap cuccok, de nem nagyon lehet rajta túl sok mindent kinyitni sajnos. A skint szeretnétek, amit csináltam, akkor az úgy tudjátok majd megtalálni, hogy új dizájnok keresése, és akkor beírjátok, hogy amúgy rengetegféle látjátok itt, hát mondjuk itt elég érdekes, hogy ezeket így bedobja így első közé, de mindegy, tehát van egy-kettő befejezetlen. Szóval itt van nagyon sok amerikai sheriffes, meg sima rendőrautó, meg FBI-os kocsi, meg a tököm tudja. Ide beírjátok, ide a leírásba, azt hiszem, vagy leírásba, vagy mi a másik? Ja, a leírásba. Beírjátok, annyit írtok, hogy magyar. Keresés. És elméletileg kettőt fog kidobni. Ez, nem tudom, hogy ebbe mi az érdekesség, azt nem is nagyon néztem meg, de itt lesz tulajdonképpen a magyar rendőrskin. És akkor tudjátok használni, ha szerettétek. Ilyen egyszerű a dolog. Változtatni annyi, hogy nem tudtok rajta. Nyilvánvalóan. Remélem más nem akartam állítani, közben kijöttünk a garázsból. Jaj. Úristen, de megy. Nagyon furcsa, mert eddig én egész sokat köröztem így a pályán az előző motorral, és ez megy. Jaj. Most tempót kell váltani így fejben. Úgy gyerekek, nagyon megy ez a verda. Na ezzel már lehet üldözni másokat. És az egyetlen baj tényleg, hogy nem szirénázik, pedig olyan jó lenne, hogyha villogna. És tök jó, mert ugye ennek ez az egyetlen rendőrautó, aminek tulajdonképpen ilyen kör alakú, vagy ilyen buborék szirénája, nem tudom, hogy hívják amúgy. Ne értitek, gondolom, hogy mire gondolok. Megyünk el versenyre és próbáljuk ki. Csak előtte gyorsan még az autó tuningolása. Mennyit ír? 3.42 a végsebességünk, az egész jó. Megnézzük itt gyorsan esetleg. 3.73-at ki lehet belőle hozni. Nem akarom nagyon elhúzni. Aha, hát itt nagyjából ez itt okés. Nézem amúgy a gyorsulás, hogy változik-e. Ez a 370 körüli, azért az elég lazán kijön belőle. Tudtommal amúgy, ez nem biztos, hogy teljesen valid info, de ugye elég jó motorok vannak, talán V8-asok ugye ezekben az autókban, valóságban, mert ugye ezeket elég sokat viszik, főleg a taxikat is, meg nyilván a rendőrautókat, elég sokat kell menniük, egy kicsit, hát inkább levesszük 2-0-ra, hogy kicsit tapadjon jobban az autó. Ugye elég sokat kell menniük ezeknek az autóknak, és nagyon sok kilométert tesznek beléjük, és bírnia kell, és tudtam, hogy elég jól is bírja. Nyomjunk vele egy kolosszus versenyt. Ugye az országúti verseny szériának az utolsó része, egy hosszabb sprint verseny, biztos mentünk már rajta. Szerintem nagyon klafa. Alapvetően mert országúti és sprint. Hát engem ezzel már megvesz. És akkor arra leszek kíváncsi, hogy lesz-e például Lamborghini, meg Ferrari, meg ilyen a versenyzők között. Kíváncsi, hogy milyen autók ellen fog betenni. Nem mindjárt meglátjuk. De ott egy Mustang. Talán valami Dodge. Aha, ott a Viper. Jó.
Ó, oh, micsoda rajt! Úristen, mennyi ilyen Mustang van. Egy picit csúszik az autó, ugye nem lehetett nagyon széles gumit tenni rá. Nem tudom, hogy annak okán-e, de... Kicsit csúszik a cucc. Igyekszem szépen és rendőrhöz mérten száguldozni itt. Van, nagyon, nagyon könnyen ki lehet rakni, amúgy kicsit olyan, mintha nedves lenne az út, vagy vizes. Rég játszottam amúgy manuális váltóval. Mostában csak az esemény listát pörgettem. Nem szoktam ezzel szórakozni. Jövünk fel. Három ugyanolyan Mustang van előttünk. Hát oké. Tudj, fékezni kell. Bocs. Hát ilyenkor tényleg kéne ez a rács az elejére. Úgy nyomom a dupla vét, hogy mindjárt kiszakad a helyéről. Pedig attól tényleg nem fog gyorsabban menni az autó. Ja. 28%-nál tartunk, ugye ez egy hosszabb... Felnéztem, aztán abba hagytam a fordulást. Szépen beelőzzük. 32%-nál vagyunk. Hosszabb verseny, úgyhogy még egy darabig menni fogunk valószínűleg. Nézzük már belső nézőbe. Ó, milyen műszerfala van. Kicsit ilyen szürkület van, úgyhogy... Tök jók a fényviszonyok. Ah, tök jól néz ki belőle ez az autó. Nagyon egyszerű és tényleg nem egy nagyon extra autó. De nem tudom, én nagyon szeretem. Tehát, hogy... És amúgy nagyon szépen köszönöm annak a kedves nézőmnek, akitől meg tudtam venni, mert nekem ez nem pörgött ki, ugyanúgy, hogy a limuzin sem, hanem volt egy srác, aki felajánlotta, hogy felrakja, mert neki kettő is van talán. Lehet, hogy konkrétan a sajátját adta, de azt hiszem volt neki kettő, és meg tudtam venni, mert én azóta nem pörgettem ki, pedig már nem kevés pörgetésen vagyok túl, de nem is szoktam látni a listában amúgy. Megszerezni meg tényleg horror. Úgyhogy... Pedig nem is egy nem tudom milyen Ultimate versenyautóról beszélünk, bár mondjuk egész jó hozza most. Bár hát ki az, aki megmer előzni egy rendőrt? Akkor mindenki, mint a kis angyal úgy vezet. Hopp, hopp, hopp. Ha nagyok vagyunk, igazság szerint csak tartani kell. Tök jól néz ki, ilyen sárgás, zöldes, nem is tudom, a műszerfalnak a világítása. Kicsit olyan retrónak tűnik amúgy. Nem is tudom, mikori az autó, az kiírja? 2010-es. Valahogy nem mondtam volna annyira újnak. Hát nyilván mi az új? Oké. Hopp, 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 hopp. Szépen megesszük ezt a kanyart. Hát keresztben. Nem úgy teljesen jól megy. Versenyautóként megállja a helyét. Gondolkozok rajta, hogy kéne egy olyan taxit csinálni belőle. Majd szerzek még egyet. És akkor meg majd csinálok valami taxit, amit meg megépítek driftre. Jó nagy felnékkel, meg mindennel. Ezt a rendőrautót nyilván megtartom. Ez tök menő. Ez a legrendőrautósabb járgány tulajdonképpen a játékban. Szerény véleményem szerint... Csak karcoltam. Csak karcoltam a szélét. Tényleg nem mennek megelőzni. 75%-nál vagyunk. Stabilan vezetünk. Vezettünk. Nem előztek meg. Ott van a visszapillantóban. Láttam ám bal oldalt. Júj. Júj. Nagyon instabilan vezetek. Menjünk külső nézetben. Jön egy élesebb. Jó kis 90 fokos kanyar. Sima.
Sibaliba. Hát ez már csak, most már csak megnyerjük, azt hiszem valahol a városban fog véget érni maga a verseny. Dobálgatni. Tök jó lenne, hogyha a játékban lenne valami üldözős játékmód. Tudom, van ugyebár a játszótéren ilyen király, meg a zombis játékmód, de az annyira nem olyasmi. Nem tényleg ilyen, akár ilyen rendőrös menekülős, hogy két-három ember üldöz egyet. Lesz a cél. Majd célfotót kérek. Tök menő lenne, hogyha így lehetne rendőroktól üldözni másokat, és mondjuk ott világítana a sirina is, nem hiszem, hogy olyan nagyon nehéz lenne megcsinálniuk. És teljesítve is van. Easy win. Easy win. Aha, és tényleg egy 2000-es Mustang lenne? Valószínűsítem. Jött utánunk, ráadásul 5 darab. Nem sajnálták ki. Meg Corvette volt, azt hiszem, ott a végén. Most így hirtelen láttam. Hát azért ezért egész jó befolyást is kapunk, meg egy kis pénzt is. De nekünk az élmény. Az élmény az, amiért mi versenyzünk. Ez nagyon fontos. És kacok, most így tömören ennyi erről az autóról. Nem amit tetszik nektek, és tetszik nektek ez a kinézet. Nyugodtan használjátok tényleg. És hogyha használjátok és nyomtok rá egy ilyen kedvelést, amikor majd megkérdezi a játék, azt megköszönöm. Bár nagyon nagy pénzeket nem kapok belőle, most pont kitöröltem ezeket az értesítéseket, tehát ilyen 2-3 ezer krediteket kapok, ilyen nem tudom hány letöltésenként, szóval eléggé lutri, de hogy ha van kedvetek, akkor használjátok. Azért csináltam, hogy legyen. Meg nem tudom, nekem nagy kedvencem ez az autó, és örültem volna, hogyha valami magyar skin is van rá, vagy lenne rá tulajdonképpen. Még ha így ilyen amerikai stílussal is vegyítve. Úgyhogy skacok, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztetek ezt a videót. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek, és még nem tettétek, meg iratkozzatok fel. Én Starkoltam, jók legyetek. Sziasztok!